Maja Lönde, Hónővér, 12. fejezet Vettem két mély levegőt, és ez segített valamelyest. Aztán összeszedtem a bátorságomat, és befordultam a sarkon. A szűk utcácskában az öreg fickóé volt az egyetlen üzlet. Nem mondhatni, hogy tolongtak nála az emberek. A kirakat mögött világos függönyök lógtak, nem lehetett látni, mi folyik oda Az ajtón lévő táblát azonban a jelek szerint megfordítottva. Megfordította nyitva állt rajta. Oda mentem és megálltam. Nyilván be kellene mennem. Igen, muszáj. De mit mondjak? Kellene egy terv, gondoltam. Esetleg egyszerűen kérdezzem meg, mennyi az idő, vagy mondjam azt, hogy eltévedtem és kérjek tőle útbaigazítást, vagy netán tegyek úgy, mintha vennem kellene valamit, akármit áruljon is. Igen, ez jobb tervnek hangzott. Ebben a pillanatban meghallottam valamit odabentről. Valamilyen ritmusa volt feltehetőleg egy gépből szólt. Magas kattogás vagy döngés, nem is. Kattogás és döngés keveréke. Aztán végre bátorságot gyűjtöttem. Kezemet a kilincsetettem, és lenyomtam. A hang felerősödött. Ezt vettem észre először. Emellett különös lettem figyelmes. Eleinte nem értettem, mi az, de az iskolára emlékeztetett. A dolgozatfüzetekre, meg a dolgozatokra, és. Tudom már, mi az. Tintaszag. Az ajtón belül egy függönylógót félrehúztam. Nem láttam az öreget sehol, de volt mit néznem. A falakat képek borították, illetve nem is képek, képeslapok, levelezőlapok. Mindenütt. Mindenfélék, minden létező méretben. Nagy születésnapi üdvözlőlapok, kisebb keresztelőre, keresztelőre szólók, Egyszerű üdvözlőlapok, díszes konfirmációs kártyák és persze karácsonyi képeslapok. A legszebbek, amiket valaha láttam. Angyalokkal, rénszarvasokkal, szalmából font kecskékkel, csöbb dundi kis Jézussal, nagy mosolygos mikulás virágokkal, karácsonyi csillagokkal és a tőlapó műhelyével. A lapok némelyikét aranyjal díszítették, másokat ezüsttel, párat pedig csillámpor borított, de gyönyörűek. Az egyiknél megálltam. Nagy volt, akkora, mint egy rajzlap, és hova borított tárgyat ábrázolt, fölötte a csillagos éggel. Egy szán a havon, két nagy fehér ló húzta. A rajta ülő emberek nagy szörmékbe voltak bugyolálva. Egy öreg tanya felé tartott, melynek minden ablakán meleg fény árad kifelé. Ott lenne a helyem, gondoltam magamban. Nekem kellene ott ülnöm a szörmék alatt, hogy a régi tanyára menjek a karácsony ünnepelni. Elfordultam egy másik képes lap felé. Az egy hangszer bolt ábrázolta. A polcon kornettek, szakszofonok és trombiták ragyogtak, az üzlet közepén pedig egy hatalmas karácsonyfa állt. Az is parányi hangszerekkel feldíszítve, a polcok és a fa között pedig seregnyi apró kövér angyal szádosot, mind a saját hangszerén játszva. Egészen elevennek tűntek, Mintha felém tudnának repülni, és mintha zenét hallottam volna a képeslapból. Bejebb mentem a helyiségbe. A közepén egy óriási gép állt. Az adta a kattogó hangot. Az oldalán lévő résből másodpercenként új képeslap hullott ki. Egy nyomdagép volt. Az öreg fickó üzlete valójában nem is üzlet volt, hanem nyomda. De ő vajon merre lehet? tettem még néhány lépést, kedvem lett volna megállni és egyenként szemügyre venni a falon lévő minden képes lapot, de nem azért jöttem. Leghátul észrevettem egy függönyt, nem volt teljesen behúzva, és mögötte ki tudtam menni a férfi alakját. Egy íróasztalnál ült, és tartott valamit a kezében. Egy fémtárgyat, valami féle vashúzalt, vagy rudakat. Közelebb mentem, de ekkor oldalra hajolt, megneszeltem, hogy kihúz egy fiókot, és beleteszti, ami a kezében van. Aztán a lépteit hallottam. Felém közeledtek, és hirtelen a függöny is férre húzódott. Úgy megijedtem, hogy három lépést hátráltam. Szemmel láthatóan a férfi is megrémült, mert szinte felugrott. Jézusom, bukott ki belőle. Igen, felálltam. Jézusom, úgy értem, jó napot kívánok. Az öreg fickó rám merett, borzasztam öldökével és összeszorított dühös szemével, közelről még rémisztőbbnek tűnt. Halára ijesztettél, fiam, mondta. Elnézést kérek, mentegetőztem. Tettem felé egy lépést, a szeme valamivel tágabbra nyílt. Eltévedtél? Nem. Most valami okosat kell mondanom, gondoltam magamban, elvégre nem tudja, ki vagyok. Számára csak egy közönséges gyerek vagyok, aki betévedt a nyomdájába. Sosem tudtam valami jól hazudni. Augusta azzal dicsekszik, hogy ő igen. Nekem azonban sohasem sikerült. Valahányszor hazudok, azonnal rajta kapnak. De muszáj volt megpróbálnom. Illetve mégis visszakoztam. Egy kicsit. Akkor most eltévedtél, vagy nem? Eltévedtem, de aztán eszembe jutott, hogy vásárolok néhány karácsonyi képeslapot válaszoltam, és abból maga sokat tart, szóval szerencsém volt. Továbbra is rám mered, de már inkább meglepettem mindühösen. Eltévedtél és karácsonyi képeslapot akarsz venni? Ő igen, feleltem. Gyakorolnom kellene a hazudást, Egyáltalán nem megy jól. A férfi azonban hirtelen álmosodott. Szinte felderült az arca a nagy szakállam mögött, és egyszerűen már egyáltalán nem is tűnt ijesztőnek. De én nem árulok karácsonyi képes lapokat, közölte. Nem, kérdeztem vissza. De hát akkor ezek. A falakat teljesen beborító üdvözlő lapokra mutattam. Én nyomtatom őket, magyarázta a férfi, és üzleteknek adom el, de egyesével nem árulom száz egyformára formára meg talán nincs szükséged, igaz? Nincs, ismertem el. Talán nincs. Kisé oldalra billentette a fejét, és rám nézett. Csillogott a szeme. De egyet kaphatsz, mondta. Válasz ki, melyiket szeretnéd. Tényleg? Csak igyekezz, nehogy meggondoljam magam. Ó, lelkesedtem. Köszönöm. Körülnéztem, lehetetlennek tűnt, hogy egyetlen egyet válaszszak a rengeteg gyönyörű közül, Kezemet a szános képeslaphoz emeltem. Ha az enyém lehetne, az ágyam fölé akasztanám, és elalvás közben azt nézném, szinte beleálmodnám magam. De aztán megakadt a szemem a hangszerboltos képeslapon. Azt talán még szebb és hangulatosabb volt. Azt az íróasztalom fölé tehetném. Ha ezt nézhetném, a leckeírás úgy menne, mint a karikacsapás, és ott volt még a télapú műhelyét ábrázoló képeslap is. A kismanók nagyon aranyosak voltak, igazán jó kedvre derítettek. Volt még egy képeslap jászollal, egy másik egy piactérrel, és rajta egy fával. Volt üdvözlőlap három táncoló rénszarvassal. A kulcsos ember hirtelen felnevetett. Több tűrhetőt is találtál? Igen, felálltam. Mind olyan és nem csak tűrhetőek, csoda szépek. Akkor választ kettőt, vagy hármat. Egyre jobban megkedveltem a fickót, de még három lap kiválasztása is lehetetlennek tűnt. Kérsz esetleg valamit inni, miközben gondolkodsz? kérdezte a férfi. Igen, esetleg, válaszoltam. Úgy értem, köszönöm, igen. Micsoda udvarias fiatal ember, higgyezte meg mosolyogva. Igyekszem, felálltam. Viszont elfelejtettél bemutatkozni. Ó, bocsánat, Sietve kezdett nyújtottam. Noál, megszorította erős markába az. Markában az enyém szinte eltűnt. Nagyon örülök, Noál, mondta. Az én nevem Hálik.